Két esztendővel ezelőtt abszolút kedvencnek számított Nyíregyházán Bajzát Péter, aki 26 bajnoki mérkőzésen 25 góllal terhelte meg az ellenfelek kapuját. Akkor a Spari lecsúszott a bajnoki címről, a támadó pedig Pécsre tette át székhelyét. Az eredményes első szezon után az ősz már kevésbé volt sikeres a 31 éves csatár számára, aki így igent mondott korábbi klubja invitálására abban a reményben, hogy góljaival a feljutáshoz segítheti a Nyíregyháza Spartakuszt. Most se szeretnék ígérni, amennyiben nem, úgyhogy megpróbálom kihozni magamból legalább megközelítőleg azt, amit abban a szezonban sikerült. A célkitűzés pedig úgy tudom, hogy most a feljutás, igaz, le vagyunk maradva 8 ponttal, de meg kell ennek érdekében tenni mindent annak érdekében, hogy feljusson a csapat. Nagyon jól éreztem magam a csapatban is, meg úgy mindentén a városban is, tehát ez mindenképpen Nyíregyháza felé húzott, meg hát Janibának a személye az úgy gondolom az olyan személyiség, aki vonzza a játékosokat. A Sparihoz kapcsolódó hír, hogy néhány játékos kisebb sérülés miatt kihagyta a csapat csütörtöki egri edzőmeccsét, de a tervek szerint már ők is pályára lépnek a szombati 14 órakor kezdődő Tiszakanyár elleni nyíregyházi találkozón.